Oké, az ellenség kirohant. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, ez azt hiszem egy ide, egy egyedi település akkor. Bár ahogy elnézem, ez valamelyik... Szerintem ez valamelyik erődnek a templétje. Na mindegy, csak mert a térképen úgy nézett ki, mintha a fa falai lennének a várnak egyébként. Jó, fiúk, eldobni az összes ostromszert. Jó. Felhúzunk egy vonalat zorgbandákból. Mögéjük felhúzzuk a csatározóinkat. Az uruk fosztogatóinkkal megyünk a jobb szárnyra, baltás gyilkosokkal és fosztogatókkal megyünk bal szárnyra. Azon gondolkoztam, hogy egy szárnyra koncentráljam a gyalogságomat, de nem. A tábornok egy estőség viszont egyértelműen a bal szárnyra jön. Ide hátra felhúzzuk az íjászainkat, és szintén a bal szárnyra jönnek a vargok, mind. Jó, és maradtak törzsi lándzsásaink, a klántagok, őket behozzuk ide. Szerencsére az ellenség ugye ilyenkor hosszan áll fel a lakzatban, amikor kirohan, szóval nem kell félnünk attól, hogy megpróbál minket támadni, mint mi fel tudnánk állni a lakzatba. Jó, vargok mennek a szárnyra. Oké, üljetem a támadásra készülő lándzsásokkal. Baltásgyilkosokat bedobjuk a harcba. Rohamozunk az orkbandával. Oké, üljetem, hogy általánosan támad. Orkbandákkal megindítjuk a támadást. És baltásokkal. Jó, az ott egy kicsit úgy látom visszavonul. Na viszont most le tudtuk foglalni mindenhol a közelharci gyalogságát. Hozunk két vargegységet ide. Beküldjük közelharcba a tábornokot. Menekül az ellenség, ez gyors volt. Oké, vargokat rá az íjászokra, a többiekre üldözünk. Ez nem tudom, hogy hogy futamítottuk meg ilyen gyorsan, de megfutamítottuk. Jó, vargok megfutamították az íjászokat, mindenki menekül. GG. És ezzel ki is éheztek. Megszálljuk az erődet. Jó, ez könnyű volt meglepő módon. Azt hittem, hogy kicsit több nehezebb lesz ennél ez a csata, de nem. Viszont, hogyha itt elmegyünk a... Nem ugrik be a hegység neve. Attól a hegységtől délre, amit jobb oldalt látszik. Akkor ebből is tudjuk támadni akár a gondoriakat. Kétfrontos háborúra tudom. Jó, ez úgy látszik, az idők végezteig fog menni, jaj. Superior firepower! Jó! Balisztákat hátra egy vonalban. Mögéjük a katapultokat. Az íjászainkat ide tudom, hogy az egyikben a tábornokom, de nem minden, hogy megfutamodás lesz a probléma. Használjunk karókat, mert lovasságunk úgy sincs, zeneteket úgy se zavarja, de talán az említve, hogy megkavarja. Egy vonalban a közelharci gyalogságot. Előre a 14 nagánkat, 14 hős naga, akik még mindig élnek. Jó. Rendek megindultak. Úgy látom is, hogy lehet, több célpontot fog támadni. Jó. Két balisztával tüzelünk oda. Katapultokkal tüzelünk középre, két balisztával tüzelünk oda. Jó, ezeket zurukokat, ezek nem urukhajok, ráküldjük azokra ott. Jó, ezeket a boldáskat ráküldjük azokra ott. Berzerkereket úgy szintén. Mondjuk ezek talán egyre kevesebb, nem nincsenek egyre kevesebben, csak az egyik egysége még nincs közel a harchoz. Jó. Néhányat már is telibe nyomtunk. Azot nem tudom, hogy mire lőtt. Jó, beküldjük közelharcba az orthanciakat, mert nincs jobb ötletünk. Ó, az ott egy külön egység, fuck! Tűz arra! Rájuk megyünk az orthanci, a rohadt életbe, hogy nem tudunk rálőni. Számszerű jelszokkal. Ti rá tudtok lőni? Hála az égnek. Another
Nem akartok lőni esetleg? Szép. Ezek itt a problémás, ezekből még egyet sem öltünk meg. Ja, ti se akartok lőni, csak azt írja a játék, remek. Tüzeljetek oda akkor a katapultokkal, talán azok fognak lőni. Kettőt elnyomtunk. Jó. Nem akartok lőni azzal? Már betöltöttétek eléggé. Gyerünk, tűz! Hála az ének, ezek lőnek. Nem tudom, hogy miért fogja be az a fülét, amikor egy katapulttal lőnek, de mindegy. Jó. Azokból ott még él kettő, ezekből itt él még kettő, ami egyet jelent egyébként. Jó, ott vannak a snagák, 6 mighty snagán még mindig kitart. Az egyik egység úgy látom elfogyott, legalábbis feltételezem elfogyott, azért álltak le a lövéssel. Nem, nem azért álltak le, nincs kedvük csak lőni. Végre úgy látom, ezek el tudnak kezdeni lőni azokra. Az ortanci számszerű jelszény kezd ettől elfogni, úgy látom elfogynak. Jó, táborokat megöltük, aztán demoralizáljuk őket, eléggé az, hogy megfutamítsuk őket. Ti gyertek rá erre az egységre, a berzerkereket idehozzuk. Együtt a félorc favágókkal. A snagák maradnak feltartani a szentet ott. Oké, okay, ezek mind dicsőséges mellélővések voltak, de legalább egyet eltaláltunk. Jó. Morájuk összeomlóban van. Oké, okay, ülhetően megöltük azt, ami a snagákkal harcolt. Ezzel egy egység maradt, most el tudjuk mészárolni megint az egész sereget. Jó menekülés közben még fáradt beléjük lövünk, hát ha eltaláljuk némelyiket. Oké, okay, kimentek a hatótávból. És ilyen győzelem, jéj! Ó, oh, aztán tényleg kevesen vannak, mert legutóbb 120 valahányan voltak még. Oké, okay, nyertünk újra. Jéj! Oké, okay. Enedvétnek úgy látszik annyi lesz a söcskén. Bevették ezt a települést? Nem ezt... Bevették! Oké, okay, bevették, jó. Akkor mit tartanak még? Valószínűleg itt lenne délen még egy-két tartományt, ezek itt lázadók, meg gondoriak. Ezek gondoriak mind, ami azt illeti. Mi a büdös élete tart még Enedvét? Eddig ezt tartották, de ezt már nem. Ó, oh, ezt itt. Ez melyik település lehet? Na mindegy, úgy látszik, hogy bevettek egy tartományt közben. Azt ott, ja, azt vesztették el ott. Eddig az volt, azt hiszem, az övék. Nem, ez volt az övék. Oké, ezt tartják még mindig, jó. Akkor itt hagyunk pár egységet védeni ezt az erődöt. Mondjuk két ork bandát. És Lunzák hadseregének a maradékával felmenetelünk egészen eddig. Kiértsük az a nedvéti klánokat. Most már egy kis büdzsénk. Eljövünk ide, ez itt még a miénk, igen. Ide. És építünk ide egy istenverte őrtornyot, hogy lássunk. Jó, vissza. A Rockburg felé haladnak törpök. Tirith Andoinból három kör, amíg, vagy két kör, amíg odaérünk, de küldünk erősítést. Tirith Andoinból újra képezzük azokat, akiket elküldtünk. És építünk egy IAS képzőt. Jó. Eközben itt, ja, ezeket majd újra kell még képeznünk, hogy felszereljük őket normális felszereléssel. És kezdjük őket újra képezni. De azt hiszem, hogy ami, azzal együtt, amit itt a környező tartományban képeztünk, így már meg lesz egy normális hadsereg urukhajokkal. Ez lesz benne, vagy három egység urukhaj egyébként. Talán még egy sorozatot meg kéne várnunk. Hoppá, majd tudunk 24 kör múlva trollokat építeni. Ja, igazából egy-egy urukhaj egység lesz, talán várnunk kéne. Következő körben tudunk felvenni urukhajokat. Oké, akkor még képzünk urukhajokat majd. Jó.
Jégen is erősítés. Nem fog odaérni egy kör alatt, és ugye egy tartományra van. Talán be tud menekülni, ha ezt támadják meg. Ó, szia Gristak. Testőrséget már nem kell újra képeznünk, szóval Kruknast kirendeljük, hogy vezesse azt a sereget. És mivel Szarumant visszarendeljük az Orthanc-ba, Kortákot egy ideig kirendeljük, ami azt jelenti, nem maradjon az Orthanc-ban. Ja igen, és te, Shardak, vidd el a kapitalizmust a radiaknak, jó? És következő körben majd kérünk egy térképet, amire valószínűleg pénzt fognak kérni. Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyomultak fel észak felé, meg hogy mit tartanak jelenleg. Úgy látom, Pelargirt visszavették a gondoriak. Jó, ez nem is, de ezek gondoriak, itt vannak a dolárnottiak, vagy dolámrottiak, vagy mi a fenék. Ja, dolámrott. Jó. Következő kör, Grima. Na mindegy, jó, aztán pont egy település felé halad. Kazádomi törpök nem támadtak ebben a körben, az elvétiklenek úgy látom nem támadnak, ki helyes. És a többi gonosztal egyőre nem kell még félnünk. Igen, ez úgy látszik, hogy ilyen végtelen támadás. Ez a váron kívül is regem elméletileg. Szóval mentünk egyet, és visszamenekülünk velük a várba. Mármint a településbe. Ó, elmenekültek a település felől, zseniális. Az Entek lordja halott. Ó, ezek szerint ezek a seregek egy kör alatt diszpónolnak is. Nem. Na mindegy, be a településbe. Jó. És ugoríti testvérem. Tartanak ezek valamit? Ne, azok ott már kazádomi tartományok. Jó, ja, akkor elnézünk ide éjszakra, hogy itt tartanak-e valamit, de ez is itt már kazádom szerintem. Nem tudom, hogy mit tartanak az Entek. Hogy nem pusztultak el. Az egész ott a miénk. Na mindegy, erősítés megérkezett Rockburgba. Oké, okay, majdnem félre kattintottam, de szerencsére nem. Vezünk fel új egységeket vasudvarban. Újra képezzük a csapatainkat, mert felszereljük őket. De nem tudom, hogy mi maradj egyelőre ott, ahol vagy. Ami azt jelenti, mennyi és szerezze a köthetségi orkoktól egy térképet, mert ők azt hiszem még nincs. Ó, de van csak állavult. Ez is egyébként Angmari tartomány, ha minden igaz. De nem látom, hogy hol van a település. Jó, menjünk oda. Baridoyonak, Donyonakba. És most, hogy van egy kis pénzünk, és tudunk fizetni. Arad, mennyibe kerül egy térkép erre felé? Jó, belefér. Lovagias musáb. Jó. Megpróbálunk kunyézni egyet a gondoriaktól is, hogyha lehetséges. Without question, my lord. At once. Continuing tomorrow. Lunzag, tovább éjszakra. Is that what you want? Ide vigyünk egy őrtornyot. Lássuk a határ dunföldiekre, és nem megyünk át dunföldi területen, ami azt illeti. El a muszáj lesz átmennünk, de csak egy körig akkor. Nem mehetünk rajta keresztül, több körön keresztül, mert aztán nem mehetek át rajtuk egyébként, csak szövetségünk van, nem áthadási engedményünk. Jó. Jó, oh, Saruman. Cserélj helyet ezekkel itt. Ulluk pedig hazamegy Altburgba. El fognak fogyni azért azokról a tentek valamikor, és nem fognak minden egyes körben az idő végezteig megtámadni, akkor lehet, hogy meghagyom nekik a fángon, menjenek rohadt életbe. Nem tudom, lehet, hogy fejleszem kéne a területi fakitermelést. Lehet, hogy attól tűnnének el.
Jéj, támadnak, jéj! Na tehát, most vannak újra throwaway egységeink. Köszi snagák. Áldozatokat nem fogom elfelejteni túl gyorsan. Mindenki tüzes akármit kellő. Íjászok alakzatba, ti ketten is. Mindenki tüzes akármikkel fog lőni, amikor be tudom állítani. Jó, elég húzzuk az orkbandákat. Legelőre húzzuk a snagákat, akik most már vannak 200-an. Itt van a 13 hős snaga, akik eddig harcoltak mindig az entekkel. Felhúzzuk mindenki mögé a közelharci egységeket. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy túl közel lesznek a balisztákhoz, akkor inkább hátulra húzzuk őket, hogy készen egyben álljanak. És kezdjük. Jó, játék szerint nagyon vesztésre állunk, annak ellenére, hogy az elején mindig azt írja ki, hogy jó volt ez 50-50. Jó. Nem akartok elkezdeni gabálózni? Fajrát villám vagytok. Most már mindegy. Jó, elkezdtek érkezni a nyilvesszők. Mindjárt elkezd érkezni a nagyobbik kiadásuk. Remélem. Na azért, katapultok már lőnek. Baliszták? Még töltenek, oké. Na elkezdtek lőni. Jó, ott elkaszáltunk pár rendet, ott is. Ezek kolosszálisan felélődtek. Jó. Zárás, egy negyede már halott. Oké, még kettő halott. Még kettő halott. Ott két snaga is odaégett. Meghalt a tábornok. Az egyik snaga egység nagyon sok embert vesztett, a másik nem annyira. Jó. Az, amit ledaráltak inkább, ezt nem annyira. Oké, ezzel megfutamodtak, remek. Van, aki ezekre céloz, van. Katapultok? Igen, a katapultok céloznak ezekre. Katapultokkal célozunk ezekre, mert itt többen vannak. És mert ott kisebb az egység, tehát ott kisebb a kockázat annak, hogy baráti egységeket fognak elkezdeni lőni. Jó, az összes jelent, ami itt van, ez mind egy egység. Oké, talán amíg menekülnek, még párszor el tudjuk őket találni. Úgy látszik, nem? Jó, akkor ennyi. Jéj! Oké, ismét nyertünk. Hogyha ugrattal nem találunk semmit, és hogyha nem tudjuk, hogy onnan ugradnak minket zentek, ho-ho-ho-ho. Na igen, azokat, ja, azokat nem határok, azok mindig az én területeim. Tehát, hogy ugrattal nem találunk semmit. És úgy látom, nem fogunk. És a következő körben újra megtámadnak minket zentek. Akkor ki fogunk vonulni a fángornból egyszerűen. Jó, itt újra képezzük az egységeket, felszereljük őket a legjobb páncéllal, de egyesülj azokkal ott. Közben képezzük újra a csapatainkat, igen, Szarumát újra képzésnek vetjük alá. Na jó, őt rakjuk a végén, mert ő nem fontos, mert őt nem küldjük ki, mivel ráérünk. Jó, az Ambariak megtámadták Lindont. Az ott van fönt tudtommal. Aha, oké, nem tudom, hogy kerültek oda, de kalózok. Oda kerültek valahogy. Valahogy rohamba is került az elő belőlük. Jó, menjünk oda. Építünk ide egy őrtornyot, csak egy biztonság kedvéért. Lássuk ott a baráti csapataink mozgását. Hormurban építkezünk? Építkezünk, ám, oké. Fejlesztünk mindent. Edorazban szintén fejlesztünk. Amit csak tudunk. És azt hiszem ennyi. Itt fejlesztjük a képzőépületet, már itt építünk egyet először.
Jó, következő körben még fel tudunk venni, nem az még odébb, hogy fel tudjuk venni még egy számszer ijászruk egységet. Oké, akkor azért így fogjuk megindítani a hadsereget, ahogy most van. Jó. Ezek az akcentusok. Na mindegy. Ó, és Minas Tirith-t újra bevették a mordoriak. Egy eléggé komoly sereggel. Jó. Következő kör. Grima! Na mindegy. Meg Jesus Shardakot is elfelejtettem. Ahogy oh, Dorvinion a követ. Göktíg. Szia Göktíg. Igen, kereskedjünk, miért ne? Dorvinion, ő azt hiszem, ilyen fél ember, fél tündék, vagy valami ilyesmi. Fönn vannak a fenébe keleten. Ja, ott, onnál a tónál. Az aggodogzom, mit csináljunk azzal az Uruk-hai sereggel, mert Mordornak nem akarok menni, még nem enyém a gyűrű. Szerintem átadjuk a Khazad-dûmi törpök vonalát, és felmegyünk egészen Lothlórienig. Szia, Grishnag! Nem akarod meginkvizíciózni az enteket? Hogy nem támadnak meg. Nem támadta meg az entek! Hoppá! Jó, úgy látszik, hogy ennyiszer kellett őket legyőznünk. Móriát ostromolják a kötettségi orkok valószínűleg. Jó. Ugrat, ebben az esetben gyere ide és figyeld az ellenség csapat mozgását, és igen, Lothlórient visszafoglalták a tündék. Szóval... most itt végeztünk a képzéssel és... hát az újra képzéssel nem egészen, de a képzéssel végeztünk. Jó. Van ez a seregünk ugyebár. Kirendeljük az ostromszereket, a berzerkereket, az uruk íjászokat, az ortanci toronyőröket, az ortanci számszer íjászokat és az uruk helyegységeket. Ez már egy kicsit sok. Jó, az orkok mind jönnek először is. Aztán, kirendeljünk vissza. Ezeket ide rendeljük. Tudom őket rendezni? Nem. Két uruk íjász egységet visszarendelünk. És szükségem lesz három varg egységre legalább. Inkább négyet szeretnék. Ami azt jelenti, ebben az esetben két sereget fogunk megindítani. Másikat fogja vezetni az Zorg, akinek mindig elfelejtem a nevét. Otthon képzünk az Orthancnak őrséget. Kruknáshoz kirendeljük a Helmsurda kivargokat. Foldburg kivargokat és Helmsurdaúval mind a kettőt, ami ezt illeti. Megindítjuk észak felé. És Korták hadseregéhez rendelünk innen erősítést, és képeztünk még a Helmsurdokban néhány uruk fosztogató egységet, meg ilyeneket. Igen, hármat oda rendelünk, három kell, ugye? Három, igen, oké. Okay. Ezeket kimendeljük Kortákhoz. Mind a kettőt éjszakra indítjuk Edraichan felé. Jó, és Grima. Gyere, kérd Bratortól először egy térképet, hát ha elfogadja. I do not believe I'm able to. Fuck off. Well. It was just a suggestion. Without question, my lord. At once. Jó. Tomorrow's journey awaits. Fornost Erain, ezt nem romboltál még a boszorkány király, még az Angmari királyság idején véletlenül? Na mindegy. Viszont, most, hogy végre nem támadtam meg az entek, én nem mondom, hogy már körülbelül ennyi fér bele. Úgyhogy ez volt egy már a tavarna. Ez vagy már a Third Age Total War. Kérünk gondolatot egy térképet. Jó, belemegyünk. És találkozunk a legközelebb, amikor megindítjuk adjátunkat Lothlórien ellen. Mondjuk, nagyon lassan fognak haladni azok az ostromszerekkel valószínűleg. Addig is a viszontlátásra. Nem lehet védje, talán még elérjük a legközelebb.